két és fél napon keresztül tárgyalt az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottságának küldöttsége Magyarországon, a hazai kultúr, oktatás és médiapolitika különböző szereplőivel. A programot lezáró sajtótájékoztatóna, szakbizottság elnöke, a néppárti Zabine Ferhályen arról beszélt, hogy az elhangzottakat részletesen ki kell elemezniük, ezért korai lenne még következtetéseket levonni. Azt viszont kijelentette, hogy nem elégedett a magyar média szintér kormánypárti és kormányellenes orgánumokra osztásával, mert minden médiumnak függetlennek kell lennie. A küldöttség tagjai Csák János és Navracsics Tibor miniszterek mellett bőszanet budapesti főpolgármester helyettessel, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökével, valamint több egyetem, médium és civil szervezet képviselőivel tárgyaltak. A szakbizottság később egy jelentésben hozza majd nyilvánosságra az álláspontját a Kultúra, az Oktatás és a Média Magyarországi helyzetével kapcsolatban.